A Nyíregyházi Tankerületi Központ 2016. novemberében alakult, és 2017. január 1-től átvette a korábban önkormányzat által működtetett állami fenntartású köznevelési intézmények vagyonkezelő feladatait. Ez a nyíregyházi, az ibrányi, a tiszavasvári és a nagykállói járás intézményeit érintette. Ebben a tanévben 44 székhelyi intézmény 95 feladatellátási helyjel tartozik a szervezethez. 40 településen közel 3000 közalkalmazottat foglalkoztatnak, közülük több mint 2000 pedagógus. A központ feladata, hogy az oktatási intézményeknek minden segítséget megadjon, hogy biztonságos környezetben fogadhassák tanulóikat, és bármilyen probléma felmerül, arra szakmailag megfelelően tudjanak reagálni. Az igényük szerint kell biztosítani ezeket a feltételeket a tankerületi központnak. A másik pedig az, hogy a tervezett, ütemezett megvalósítás sikeresen végbe menjen. Ehhez a tankerületi központ munkatársainak kell csapatszerűen együttműködni az intézményekkel. Az intézményvezetők nagyon jól tudják, hogy melyik az az ügyintéző, akihez fordulhatnak az egyes kérdéseikkel vagy a kéréseikkel kapcsolatosan. Tudják, hogy hol érdeklődjenek, és oda-vissza élő legyen ez a kapcsolat, nagyon naprakész legyen. Idén több mint 1 milliárd forint pályázati támogatást nyert el a Nyíregyházi Tankerületi Központ. Ezeken a lehetőségeken túl a fenntartó a költségvetési forrásokból pótolja a karbantartásokhoz és felújításokhoz szükséges eszközöket, hiszen a kisebb támogatások is fontosak az intézményeknek. 5,5 millió forint körüli az az összeg, amely célzottan a nyári karbantartásokhoz, illetve az őszi téli szünetben elvégzendő munkálatokhoz kapcsolódik. Ezen az 5,5 millió forinton felül természetesen a napi karbantartás és ellátás üzemeltetési költségek még hozzájönnek, ami szintén jókora tétel. Több tantermet újítottunk föl, parketta burkolatjavítás történt a nyári szünetben, 7 tanterem újult meg. Most pedig majd az őszi munkálatok idején padok, tanulói székek kerülnek beszerzésre, és tovább folytatjuk a burkolatjavítási programunkat, illetve tisztasági festéseket fogunk elvégezni a költségeiben. Egy harmadik fontos bevételi forrást jelenthet az intézmények számára az, hogyha a helységeit bérbe tudja adni külső szervezeteknek, rendezvényekhez. Az intézmény vezetők és maguk az intézmények érdekelté váltak a külső bevételi források bővítésében, hiszen az abból befolyt összeg 50%-ával önállóan rendelkezhetünk. Hogy mik jelenthetnek ezek? Mik lehetnek? Ugye egyrészt bérbe tudjuk adni a tantermeket, bérbe tudjuk adni adott esetben a tornatermet, vagy az iskola auláját, más létesítményeit. Ugye ez függetlenül szinte a telep szerkezetétől vagy az iskola nagyságától, mert a nagyságrendileg természetesen más bevételt szül, de mindenhol ezek ott vannak lehetőségként, és ebből befolyt összegnek az 50%-a fölött rendelkezünk. A vidéki iskolák közül a napkori Jósika Miklós általános iskola kapta a legnagyobb támogatást, több mint 639 millió forintot. Az anyagi támogatásokon kívül az intézmények különböző szakmai programokon is részt vehetnek, amelyeket a tankerület szervez számukra. A kompetenciaméréshez kapcsolódóan a tankerület által szervezett programokon fogunk részt venni. Intézményünk nem érintett, illetve hát olyan értelemben érintett, hogy megfelelünk az elvárásoknak, nem rosszabbak a tanulóink eredményei. Tettünk ezért az elmúlt években, de a következő időszakban is szeretnénk ezen a területen előrelépni, illetve a jó gyakorlatainkat megosztani az intézményekkel. Ezen túl természetesen a szükséges karbantartási munkálatokat is elvégzik majd a következő időszakban az Újfehértói Általános Iskolában, valamint 11 tanterem fog megújulni a tankerület által az intézmény részére bocsájtott 2,5 millió forintos támogatásból.